Időben vagyunk. Jó, itt meg majd hallgatjuk a hangját. Jóska, ha már nem adtál nekem szomorú szamurájt, akkor húzza a zenét. Gyerekek, 1000 köbcenti, tulajdonképpen szekvenciális váltó, szó szerint hajtáslánc, reméljük nem szakad el, hadd szóljon! Meg ketté vágja a kódét, emberesül együtt. Látok Hallod, gyenge? Kívüli hasonló a szót, nem? Mondod, 3-6-6 a százon, tehát az az agregát, ami ezzel van, az 3,6 max per nap, ha 100 km-es. Tehát, hogy érezzétek. A gyűrődési zóna az nincs. Aha, ott van a fúró. Kettőbe föl! Már 3-ba vihetnék. Látod, függőrök és az láncszerét. A GSM-nek alatt. Egyébként most meg tudom, hogy felcserélni. Forgat, tönt, pirosba! Igen, az a közép, az a láncszerét. Azt érted, bátya? Az a láncszerét. Tehát az elszakad, a kettő vágja a kocsit. Igen, az, hogy átulja, mint az eleje. Már nem az elegesebb ez a kocsi, úgy, ahogy van. Átulja, az eleje utahozni. Tehát lehet, hogy csak állítottam, hogy kell rajta. Jó, szép lesz. Aha, ott ez a baj, hogy a visszafordítónál nem tudsz vele mit kezdeni. 23-ba is, hisz, ahogy elmegy! Na nézzük, hogy mi lesz az időeredmény, hiszen ezzel sok minden múlik. Egy nagy tacsot kérünk szépen Majának a mélyecskének! Üresek! Na, várjuk akkor az időt. És akkor várjuk mindenkit ide a diákodó pódium elé, hiszen a serleket áll.